Cső van, Brenor vagyok. Ahogy láthatjátok, egyrészt folytatjuk tovább az energia előállító szerkezeteknek a vesészgetését, felállítgatását, kraftolgatását, STB, STB, STB. E Igen, erről is lesz szó, hogy miért vannak ott hátul azok a szilverfák, és ez a kis vacakit miért röpköd. De erre mindjárt visszatérünk. Kezdjük először az egyszerűbbek, hát viszonylag egyszerűbbekkel. Az első az egy ilyen lightning rod lesz, viszont látjátok, van itt egy kondenzátor, amit én még nem mutattam meg nektek, hogy hogy lehet előállítani, úgyhogy áttérünk a másik végletre. És itt van. Na szóval, először is kell nekünk egy olyan, hogy szuperkonduktor. Ezt a szuperkonduktort három darab Energy Flow Circuit-ből tudjuk előállítani, két darab plate ből és egy darab iridium plate-ből. Emellett kell három darab valamilyen 60K-s Jó a 60K-s vagy jó a 60 k hélium kulancel, vagy a 60 k nátrium-kálium kulancel. Ez teljesen mindegy nektek, melyik van éppen. Hogyha így betesszük, ugye egyformának kell lennie a háromnak, tehát úgy nem fog működni, hogyha vegyesen teszitek bele. Így kapunk négy darab ilyen szuperkonduktort. Valamint emellett szükségünk van Lapotronic Energy Orbra, ehhez 8 darab Lapotron kristály kell és 1 darab Iridium plate. És hogyha ezek megvannak, akkor elő tudjuk állítani magát a szuperkondenzátort, ehhez kell a négy Energy Flow Circuit, az előbb mutatott két szuperkonduktor, két Lapotronic Energy Orb és középre egy Highly Advanced Machine Block. Úgyhogy ez megvan, letesszük, és azt láthatjuk, hogy vannak oldalai, mint általában egy blokknak vannak oldalai. Ennek az a lényege, mármint így működési jelv szerint, hogy az 1 millió. 1 millió, 1 millió, 1 millió. Mit akartam mondani? Az 1 millió EU-s áramot, tehát az 1 millió EU-per ticket mondjuk, átalakít 8192 EU-per ticket, vagy hogyha kap egy rettó jelet, akkor fordítva. Ugye itt a négyzetes, látjátok itt a sarkaiba is vannak ilyen kis vackok, ezen az oldalán megy be a cucc, és az egypöttyös oldalán megy ki a cucc, mint ahogy általában egy ilyen... Vagy fordítva? Ez egy igazán jó kérdés. Igazából teljesen lényegtelen, ugyanis semmire nem tudjuk használni az égegyet a világon. Egyelőre. Tehát egyelőre semmi más szerepet nem fog nekünk betölteni, mint azt, hogy belőle kell majd kraftolnunk néhány elemet, így nagyjából nem is lényeges, hogy melyik részén kell be, melyik részén ki. Majd, hogyha valamilyen rendeltetést is hozzá fognak ehhez fűzni, ami tényleg szükségünk lesz rá, akkor szóba fog kerülni. Na már most, Lightning Rod előállításához kell ugye ez a szuper kondenzátor, négy darab Highly Advanced Machine Block és négy darab Energy Flow Circuit ilyen szép kék lesz tőle. És, hogyha letesszük, akkor azt látjuk, hogy van négy egyforma oldala, ami mindegyik oldalán ez a transformátoroknál megszokott három valami jelenik meg, valamint a tetején van egy ilyen kis négyzetecske. Az oldalain jön ki belőle az áram, a tetején pedig egy ilyen Iron Fence rudat kell kivezetnünk, és ez az Iron Fence Road, ez azért fog nekünk kelleni, mert ahhoz, hogy egyáltalán ez a Lightning Rod működjön, ugye gyakorlatilag villámhárítóként működik. Ugye a Lightning Rodnak az a lényege, amit így el is felejtettem elmondani, hogy villámoknak az energiáját alakítja át EU-vá. Egy darab villám 25 millió EU-t termel nekünk, és ezt ő a négy oldalra 8192 EU per tickes mennyiségben adja le. Ugye ezért nem lehet közvetlen mellé tenni egy MFS t én egy Matter tettem közvetlen mellé, majd későbbi videóban szó lesz róla, hogy ez mi, hogyan működik, mire való, és hogy kell kraftolni, stb. Ez az egyetlen olyan gép, ami képes ezt a 8192 EU per ticket mindenféle átalakítás nélkül felvenni, ezért van most itt. Az MFSU-nak még kellene egy HV transformer, Viszont a HV Transformer az egyszerre 2048 EU per ticket vesz föl, ezért a maximális kihasználtság érdekében mind a négy oldalára kellene egy-egy HV Transformer plusz ugye a hozzájáró MFSU. Öm, ja, nagyjából ennyi. Ugye ebben az esetben a 8192 fog négy fele oszlani. Öm, igen, igen, igen. Öm, Ja igen, következő az az, hogy ugye ez a 25 millió EU, ez gyárilag benne a gépben fog elraktározódni, egészen addig, amíg az EU-pertikkes számok szerint, attól függően, hogy hogy van belőle a rendszerünk, lenem adja. Ez abban az esetben, hogyha képes leadni egyszerre ezt a 8192 EU-t, tehát vagy egy egy mapterfabrikátorba, vagy négy irányba valamibe, abban az esetben kettő és fél perc körülbelül, a leadási ideje, tehát ennyi időbe telik, amíg azt a 25 millió eurót leadja, viszont valamilyen százalék eséllyel fog a villámhárítónkba belecsapni a villám, amit a rendszer 12,8 másodpercenként hát dobja el a kockát végül is, hogy vajon ez az esély teljesül-e. Tehát előfordulhat, hogy megszívjuk, mert még nem fogyott le teljesen az a 25 millió euró, de a következő villám már teljesen feltöltötte mondjuk, hogyha 12 millió EU van még benne, amit nem adott le, és jön egy következő villám, annyi történik, hogy megint felugrik 25 millió euró -ra a raktározása, a, az extra, az a 12 millió, ami pedig amit nem tudott beletölteni, az elveszik gyakorlatilag, így megy a levegőbe. Esélyekről akkor gyorsan néhány szót minimum 128 blokk magas kell lenni ennek a villámhárítónak, és teljesen lényegtelen, hogy a földtől számít, van ézi, vagy hasonló. Tehát a legjobb megoldás az az, hogyha a bedrocknál van letéve a lightning rod, és a legmagasabb építhető blokkra van kihúzva a villámhárító. A rendszer csak azt figyeli, hogy maga a villámhárító az hány blokkos, tehát nem figyeli, hogy a földtől milyen távolságra van a 64-es szinttől. Tehát, hogyha mondjuk a földtől, ami a 64-es szint, felhúzzuk az égig, a 190 blokk hosszú villámhárító, ez 4,6% esélyt fog adni nekünk, ugye nem olyan sok, de azért 12 és, 81 8 tized másodpercenként számolja, tehát, tehát van esély. Ha viszont a bedrocktól, ami körülbelül az ötös szint, Húzzuk fel a maximális építő blokkig, az úgy öt, ö, 250 blokk, ez 6,1% esélyt fog nekünk adni, ö, tiz, majdnem 13 másodpercenként arra, hogy belecsap a villám. Ezt egyébként nem lehet növelni azzal, hogy hálót készítünk, tehát, hogy így oldalra kihúzzuk, próbáltam, esélytelen. Semmivel nem ad több esélyt. Persze az több esélyt ad, hogyha van még egy lightning rodunk, és azt is kihúzzuk mellé, mert ugye, mind a kettőnek van 61%-es, 6,1% 6 esélye mondjuk, valamelyik csak bejön, ugye az már bizonyos szempontból 12,2% esély. Ö, igen, nagyjából ennyi. És akkor hogy tudunk villámokat termelni? Ugye a mi szerverünkön ez gyakorlatilag lehetetlen, ugyanis csak esőben termelődik ez a villám, úgyhogy aki, aki a Babylon Craft-on játszik, annak javaslom, hogy ezt a gépet inkább felejts el. A flux féle villámból nem, nem lesz áram. Viszont a, a villámból lesz flux. Legalábbis a Thunderstormos villámból. Ugye nálam ezt el is felejtettem mutatni mondani az előző videóban, hogy kaptam egy nagyon jó tippet az egyik nézőtől, hogy hogyan tudom megszüntetni véglegesen az esőt, nem mással, mint hogy jobb klik rá, és nincs eső. Ezt már kavatoztattam egyébként máshol is, ugyanis kikapcsoltam a délidőt leszámítva minden, tehát a éjszakát, a hajnalt. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, ez egy zseniális ötlet volt, és, és nagyon örülök neki, hogy végre, végre megszabadultam az esőtől. Na már most Ugye alapesetben csak viharban termel, van rá esély, hogy sima esőben is termel, viszont ilyenkor csak a alapnak a 10%-a, tehát nem 6,1% eséllyel csap bele a villám, hanem 0,61% eséllyel fog áramot termelni. És ugye a fluxos villám az csak akkor működik, hogyha éppen akkor villámlik a flux, amikor esik az eső. Ugyanez érvényes egyébként a villámméhekre is. Öm, úgyhogy a villámméhek se termelnek ilyen háromos ilyen villámot alap esetben. Viszont ugye a vihar, az maga a viharnak a villámja, az termel fluxot. Öm, fluxról majd szerintem egy picit később beszélek -e a másik gépnél, mert ott lesz érdekesebb a téma. Öm, nagyjából ennyi. Ja, igen, egy nagyon jó ötlet hogy hogy lehet automatizálni ezt a témát, ugye van Mistcraft. Ugye ezt inkább single playerbe lehet kamatoztatni, mert hogy a szervereken általában letiltják. Szóval Mistcraftban van olyan lehetőség, hogy ö, ugye új világot hozzunk létre, és ezt különböző szimbólumok alapján tesszük. Jelen esetben nekünk az a legjobb, ha csinálunk egy olyan világot, ahol chunkloaderezzünk, hogy folyamatosan be legyen töltve, csinálunk egy olyan világot, amiben örök vihar van, tehát nem eső, hanem ö, storm, eternal storm ez a szimbólumnak a neve, készítünk egy ilyen világot, itt folyamatosan vihar lesz, folyamatosan vilámos lesznek, és folyamatosan termeli az energiát, és egy egyszerű, mondjuk energy tesseract át tudjuk hozni az áramot például, de vannak más módszerek is, ugye. Ö, nagyjából ennyi így az a Lightning Rod téma. Következő delikvenseink, az első az egy ilyen Magic Energy Converter. Ehhez négy darab Advanced Circuit kell, kettő darab Taumium Aignot, egy Beacon, nem olcsó dolog, egy Lapotron Kristály és egy Teleporter. Ugye a Taumium Aignot-ról majd a towncraft tal kapcsolatban fogok szót ejteni. És akkor itt van a kis Energy Converterünk. Ugye látjátok, teljesen ugyanúgy néz ki, mint egy Generátor mondjuk. A különbség az, hogy ebbe teljesen más dolgokat tudunk beletenni. Például így ezeket. A Magic Energy Tello, a Magic Energy, de hogy is, Magic Tello, az 2000 utad, ad, az Ember 3000-et, az Ignis Essencia 8000-et, akár csak a Mercurica vagy a Quicksilver, 16000-et ad az Air, Water és Earth shard. szintén 16000 e ezret a potencia eszencia, valamint ugyanúgy 16 eszen, nem, az már 20 ezret ad az Eye fender. a Vissárd ad 24 ezret, a Fire Shard 32 ezret, és a nagy a Bacon és a Nader Star, ugye Bacon Nader Starból van, tehát nagyjából ezt itt kisdobhatjuk, dobhatjuk, Szóval a Nader Star az 10 millió eut ad, és ezt az Energy Converter ezt úgy állítja elő, hogy mondjuk fogok egy ilyen tallovot, beteszem felülre, valamiért nem. Lehet, hogy itt, itt voltak kis gondok, vagy kivették volna a recept. Igen, vannak elég komoly átalakulások itt direktek témában, úgyhogy előfordul, hogy bizonyos dolgok nem akarnak működni. akkor viszont megmutatom egy sárdal, ugyanis ugye van ez a dual sárd, ami ilyen szürke, azt így tudjuk előállítani. Beletesszük a Magic Energy Converterbe, kiveszi belőle a, a gyakorlatilag az energiát, amit ő szépen átalakít, és kapunk vissza egy dual sárdot belőle. Termelés. Ugye a merkuricát azt lehet folyadékként is belevezetni, ugye ilyenkor feltölti szépen, kiszedhetjük belőle cellákkal mondjuk. Öm. Ja igen, és egy nagyon fontos dolog, hogy 24 EU per ticket termel ez a gép, amikor éppen üzemel, viszont, és ezt, ezt nagyon fontos, hogy ne felejtsétek el, ez is fluxot termel, tehát itt a komolyabb gépek azok már fluxot termelnek itt a gregtekben, már amennyiben a Towncraft persze telepítve van a szerverre, egyébként nem termelt pluxot a következő delikvensünk az egy Magic Energy Absorber. Ez négy darab Energy Flow Circuitből áll, két darab Iridium Plateből, ugyanúgy egy Bacon, ugyanúgy, egy, nem ugyanúgy egy szuperkonduktor. Valamint kell hozzá az előbb bemutatott Magic Energy Converter, ugye abból fejlesztjük tovább az absorberünket. Ez az abszorber alapesetben termelhet 128 eupertikket, per ticket, vagy termelhet 32 eupertikket. per ticket. Két lehetőségünk van. A fönti lehetőség az az, hogy a levegőből, pontosabban három, a fönti lehetőség az az, hogy a levegőből elszívja a vízt, majd Tomcraftnál elő is lesz téma, Ebben az esetben 128 eupertikket per termel, ugye itt on kell kapcsolni, és egy pillanatra kapcsoltam csak át, és és elég csúnyán felpörgött, tehát elég csúnyán termel, viszont ez ö, hatalmas fluxot fog nekünk szép lassan egy idő után termelni, úgyhogy csak óvatosan a használatával, ne a házba legyen a dolog, sőt, igazából jó messze. És ugye látjátok, 512 eur per ticket tud kiadni magából. Ja nem, ez az MFSU, de vagyok? jó, picit elnéztem. A másik lehetőségünk, amit hogyha bekapcsolunk, nem történik semmi, ez azért van, mert az alsó lehetőség az az endben található ender kristályokból, ugye ezek töltik élettel az ender sárkányt, abból szívja el az energiát, egy kristály mellé egy darab abszorbert lehet tenni, tehát nem lehet mondjuk négyszer annyit kinyerni energiát, viszont nagyon kell figyelni arra, hogy hát két lehetőség van, vagy elég, elég Cumedárés lesz a megoldás, hogy hogy tegyük oda a kristály mellé, meg építsük fel a rendszert, miközben körülöttünk repked a sárkány. Vagy meg kell úgy ölnünk a sárkányt, hogy legalább egy ilyen ender kristály éppen maradjon, ami megtölti élettel. Úgyhogy necces a téma. Viszont nem lehetetlen. A harmadik lehetőséghez már a szlotokat kell használnunk. Ehhez mondjuk fogunk egy kardot mondjuk fogunk egy diakardot, teszünk rá valamilyen enchantot, mondjuk teszek rá egy smite 5 ös encsantot, ott is van smite 5. Ezután beletesszük az absorberbe, rögtön át is alakul, látjátok sima diamonds fordá, és elkezdi tölteni energiával, amit az, az enchantból nyert ki. És így gyakorlatilag egy autó enchanter bevezetésével folyamatosan er energiaellátást tudunk létrehozni gyakorlatilag, abban nem vagyok biztos, de lehet, hogy ez is fluxot termel, amikor a DOM be van kapcsolva, de de, de ez csak egy tip, nem feltétlenül garantált. Egyébként a szervereken egyelőre ne kraftoljátok le, talán amikor már bejön ez az 1.1.0-es frissítés, akkor már nem lesz ilyen probléma. Teleszemeteli a logot, és ezért a legtöbb helyen egyelőre biztos, hogy le van tiltva, szerintem legalábbis a jobb helyeken, ahol figyelik a logot, és így szavaró, de tényleg szavaró, meg lehet, hogy valamilyen hibát is maga után hordod. Mai utolsó delikvensünk pedig nem más, mint egy Dragon Edge Energy Siphon. Ehhez négy darab Energy Flow Circuit kell, két darab Iridium Plate, egy szuperkondenzátor, egy teleporter és egy Lapotronic Energy Orb. Egyébként egy ilyen Lapotronic Energy Orb, látjátok, tier 4-es, 4, -es, 4 -es szintű, 10 millió eu képes tárolni, és valaki itt pittyek rám. barkozka drága linkáget. Szóval így megvan a szifonunk, amihez sárkánytojást kell használnunk. És az a lényeg a dolognak, hogy 128 EU fog folyamatosan termelni, ugye ez nem megnyitható, onnantól kezdve, hogy rátesszük a sárkánytojást, Ugye látjátok, szépen átváltott purple-re, euh, lilára. És a hátránya nem lehet kikapcsolni. Tehát ez azért fontos, mert eszméletlen nagy fluxot termel, tehát ez ilyen, ilyen akár egy óra alatt képes a környező fluxot dangerous szintre emelni, ezért kellettek ide ezek a szilverfák, hogy azért valamilyen szinten legalább elszívja, ugye ott is repkedik már egy visz, és ugye folyamatosan termel, mint az őrült. Több dologra kell figyelni viszont ennél a szerkezetnél, Többek közt arra, hogy alapesetben a gregtekben van egy ilyen beépített cheat figyelő rendszer, hogy ugye mi van akkor, hogyha valaki becsítel magának még egy sárkánytojást, Ebben az esetben ugye ott a másik sárkánytojásunk már le van rakva. Ha már egy le van rakva, és le akarunk tenni még egyet, pak, eszméletlen nagy robbanás, és így buktuk a sárkánytojást, tojást, buktuk a Szifonunkat, buktuk az mfs meg úgy mindent, ami itt a környékén volt, én meg ezt majd építhetem valahogy vissza. Ugye ez az egyik a másik, az, hogy ez egy hatalmas fluxot termel maga a robbanás is. Meg, hogyha éppen termel, és akkor ütjük ki, akkor is hatalmas flux fog felszabadulni nekünk. Úgyhogy ezzel óvatosan a legjobb megoldás az, hogyha egy másik mapon van ez, vagy, vagy tényleg eszméletlen messze a házunktól, mert hatalmas fluxot termel, és nagyon gyorsan felhúzza, és akkor egy nagyon fontos dolog, ugye flux. A fluxot van például egy ilyen Googles of Revealing nevű szemüveg, itt a bal alsó sorokban már látt Na hát nem igaz. Balassó sorokban látjátok, hogy dangerous a szint már így is, úgyhogy ez ki is üt a minden. Um, és ez a dangerous, ez nekünk azt fogja okozni, hogy egyrészt viszpek spannolnak. Ugye viszont erre nagyon jó megoldás, hogy készítünk egy ilyen szifont. Készítünk köré egy mondjuk obszidián szobát, és van egy Vips, Visp, gyárunk, amire már csak a gyilkolásukat kell megoldani, és a Visp eszenciákat, meg hasonlókat be tudjuk gyűjteni a kraftoláshoz. Viszont vannak ennél komolyabb hátrányai is, amit nem ilyen egyszerű megoldani. Ez például a vakság. Tehát időnként gondol egyet, és így kapunk egy vakság, 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 valamit. Tehát így, így tök sötét lesz. Ez olyan, mint a Mistcraftnál ez a vakságos map, ami úgy nem túl egészséges. Emellett van úgy, hogy gyorsaságot dob, ami úgy pozitív, csak nem ez az esetek túlnyomó részében a tendencia. Valamint, és, és most jönnek a, a szomorú esetek, egyrészt esőt termelhet, tehát így egyszer csak fogja magát és bekapcsolja az esőt. Itt látjátok, hogy erre a rund anyám kénye valami, tehát például egy ilyen után fog és, és elered az eső, vagy ami még rosszabb, vihar, amiben ugye villámok is vannak. Jó, ez, ez tényleg jó arra, hogy a lightning rodunkat így termeltessük energiával, de hát azért na. Szóval én nem szeretném, hogy egész nap essen az eső a mapomon. Valamint a legrosszabb az a Alanatur villám, tehát amikor fogja magát, és a legközelebb lévő playert így paff, belé csap a villám. Volt már rá példa, hogy egyszerre kettőt kaptam be, és abban a pillanatban meghaltam. Az úgy nem volt vicces. Tehát így óvatosan kell bánni ezekkel a fluxos témákkal. És azt hiszem nagyjából ennyi. Ennyi így ez az ez a A következő részben, hogyha ha úgy látom, akkor vagy, vagy fúziós reaktor jön, vagy energiatárolók, ez majd még kiderül, és megpróbálom addig ezt a fluxot eltüntetni, amit ide termeltem. Ennyit mára. Cső van. Ö, igen, most egy kis, kis fura vágás történt. A lényeg az, hogy egy videót felvétele után sikerült rájönnöm, hogy valamit kifelejtettem, és ez nem más, mint az, hogy hát ez a robbanás. Tehát amit itt bemutattam, ezt a robbanást, ez elkerülhető úgy, hogy megkeresítek a gregteknek a config fájlját, megnyitjátok, és találtok benne egy ilyen részt, hogy b 2 duplicated dragon x egyelő false. Ezt átírjátok törúra, szépen lementitek, és onnantól kezdve nem lesz probléma ezzel, tehát egy második dragon x font is le lehet rakni, és így nagyjából ennyi, amit így, így pluszba akartam így még a videó végére. Úgyhogy de... oh, akkor cool, megint cső van.